Érkezik Tamás és Gyurika, hozzák haza a szénát. Szalmát, bocsánat. Dicsértessék. Nem a szalmát, szénát hozzák haza. Hoztam nektek egy kis barátot, mit szóltok hozzá? Lenne neki munka? Gyere! Gyere, Levi! Nézzük meg, hova viszik a fiú. Na, mi van, Tibi? Ő pedig a szolgálati kutya, a Tibi. Gyere, Levi! Hát, az föl lesz, föl van kötve. Nagyon félsz a kutyáktól. Gyere, Levi! Na, és behozatták a fiúk a szénát ide. És Gyurika felmegy már a szénapadlásra. Gondolom, én meg azt hittem, hallod, hogy neked adják fel a szénát, azt legfeljebb meg leugrasz oda. Na, ez jó volt. És akkor a Tamás, jól mondom? Igen. Tomi az kiköti a bogot. Hogy hívják a lovadat? Rudi. Rudi. És azok a tyúkokat meg kotlanak? Tojnak. Vagy tojnak? Tojnak, már egyik lovagja, de nem csak görbét. Na, látod, itt vagy. Gyere ide, most már ne féljél. Nézed, ott van két tyúk, ott tojik. Olyan félős vagy a kutyáktól. Harapott már meg kutya? Nem. Nem? Mutasd meg, Gyurika, hogy te meg hogy csinálod a szénába. Mutasd meg Levinek. Én meg azt hittem, az előbb felment oda a Gyurika, azt nézzétek, mit csinál a gyerek. Hopp! Na, beleugrasz te is, Levi? Kipróbálod? Hát oda a bok tetejébe ugorjál. Mutasd meg neki, Gyurika, menj fel! Az pedig ott a szénapadlás, és ezt mindet földobjátok, fiúk, oda? Igen. Vagy édesanyja segít? Mindenki? Na nézzük, Gyuri! Na gyere, Levi! Na? Na, Levi? Nem ismeri a fel. Na, nem mert? Nem vered be a hajój le. Ügyes legyél, fiam. Ez az. Ügyes legyél. Merre van a csíkszeredai kórház? Messze? Ja. Most jött haza a fiam. Innen ide teszünk egy villaszénát, hogy... Na. Na, megvan. Na, sikerült. Na, Gyuri az meg úgy ugrál, hogy csak na. Hát igen, ő nem ma kezdte. Menjetek egyetek. Tudjátok, mit sze... Na, megy a Tomi is. Ha menjen már ő is. Olyan ügyes gyerek. És te egyedül leszerszámozod a lovat? Igen. Azt a betyár mindenit. Hát ő már nagy segítség nektek, nem? Hozza kifele Rudit. Várjatok, ne a lóra ugorjatok. Na, Gyuri, hopp! Na, gyere, Levi, hopp! Á, most már ő is benne van. Ez a gyermek. Hopp, itt meg egy tyúk, nézd oda. Elkapom mindjárt. Nem van! Nézd oda, ott a tyúk. Hopp! Tomi az már variálja. És milyen illata van ennek a szénának. Itt volt alattam egy tyúk. De nincsen. Nem, mert vacsora lesz.
És közben meg Tomi le is szerszámozta a lovat. Hoppá, de itt van ilyen szerkezet is, amivel a... Aha! Á, hát így könnyen fölkerül a széna. Oda néz. Azt a neki. És még a magyarországi turista asszonyok is nekiállnak segíteni. Na meg is vagyunk, köszönjük kedves Judit a segítséget. Ha mégsem menne az építőipar, akkor megvan a következő vállalkozás. Ja, mondja ezt a férj úr. Na. De Tomi, te ahogy itten pakolászod, szereted ezt te csinálni? Igen. És akkor az öcséddel Gyurikával szedtétek össze a szénát, meg Nagyival? Igen. Azt nevezzük. És az anyuka? És az anyuka is? Igen. Tudsz-e mutatni tyúkot, meg tojás, kakas, meg tudsz-e fogni ennek a kisfiúnak, mert ő nagyon szereti a tyúkokat. Szerintem ő is meg tudja fogni, hogy oda kicsit. Hát, nem állnak azok meg. Nem állnak azok meg? Azt tudja, hogy állnak. Mutassál neki valami tojást legalább. Ott nincsen. Nézzük? Nincsen. Azok ott kotlanak fönt? Nem. Tojnak. Ezek, vagy tojnak. Aha. Na és itt van két tyukica. És fölkerült a szénapadlásra, nézzétek oda, sok szén. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja
azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!